Sziasztok srácok, folytatjuk a Bloodborne-t, és a mai részben elkezdjük a DLC-t. Ugye az előző videóban már bementünk és az első lámpát becsettintettük, úgyhogy nincs más dolgunk, mint oda elutazni így gyorsba. Úgyhogy van még, azt mondja, 5-6-7 boss az egész játékból is végeztünk. Ugye a DLC-ben van 5, meg az alapjáték végén lesz 2. Na, szóval, DLC. Itt nem tudom, hogy ezek hogy fognak menni, ezek a bosszok. Meglátjuk. Annak ellenére, hogy elég tápos a karakter, szerintem azért lesz benne némi kihívás. Nem tudom, tehát ezeket a tárgyakat minek vegyem fel, mert már nem igazán van rá szükségem. Azt a Hunter szerintem megvárom, még azt a két mukit elintézi. Figyeld, hopp. One-shotolta őket. Jó, hát engem nem fogsz. Ég ágyon. Na. Szóval a játéknak így néz ki a DLC-je. Várjál, mert itt kéne, hogy jöjjön egy csomó kutya, nem? Hol vannak a kutyák? Ja, itt. Itt jönnek. Csomó, konkrétan 2. Szevasz! Na nyissuk már ki a kaput. Ilyen madár. Na meg ne öljél, már hülye vagy. Hello, mi? Jézusom! A világ univerzumból kitéptem az életét a seggén keresztül. Na. Ó, szevasztok! Te mitől félsz amúgy így? Amúgy? Így feltartod a kezedet, mitől rettegsz? Mondd már el nekem. Au, au, golyó. Haj meg. Ott vannak ilyen tárgyak. Ruhák meg minden. Hunter ruhák. Nézzük már meg. Old Hunter. Ó, oh, igen. Hát... nem a legjobb. Na, oda viszont mindenféleképpen most beszeretnék menni. Hello. Mondom, hello. Beengedsz, ugye? Mondom, beengedsz. Istenem. Úristen, ezt a boszt, ezt gyűlölni fogom. Nem most, szerencsére. Most csak ezt a tárgyat visszük el tőle. Ez a tárgy, ez fog kelleni. Jó. Na, és őt szerintem megvárom, míg visszaér az ajtó elé, megáll, és így... kitépem a gerincét. Úgy. Szépen ide mögé lapózunk. Így. És csinálunk vele egy ilyet. Érdekes, hogy az ő hullája eltűnik, a többieké meg nem. Jaj, nem tudok magammal vinni több Bloodvialt. Hát az kellemetlen. Akkor a sztorisban megvan a 600. Hát igen, vásárolgattam ezt-azt. Hoppá. Hoppá. Jó, ilyenkor szoktam egyébként azt csinálni, hogy... így. meglövöm, és lejön a gombról. Mert ezeket a túreteket... Figyelj, ott is van egy gomb. Ezeket a túreteket ez a gomb aktiválja be. Meglövöm, lejön róla, és akkor nem lő tovább. És akkor tök könnyen el lehet intézni. Rip. Jó, hát az egy kicsit keményebb harci-marci voltál. Jó. De szépen bejövünk, elég sötét van. Ezt felvesszük. Delay-t. Ja, ezt a bombát dobálták. Ilyen vekker. Vekker bomba. De ahogy látom, ezek is azért két ütésbe csak belehalnak. Az baj! Bloodwire. És elvileg, hogyha erre jövök, itt van egy nagyon kemény csávó. Öljük már meg. 3 darab pellet. Nagyon jó. Szóval ő. Haj már meg! Kösz. Ezzel a badge-el tudom megvenni ezeket a karmakat? Vajon? Soha nem vettem meg, de mondjuk már a DLC-ben már megkaptam, vagy DLC-ben, a Dungeon-ben megkaptam már többször is. Csak eladtam, mert mercyzünk. Na. Szóval lejöttünk ide ezekhez az undorító legyekhez. Én itt szeretnék elszaladni mellettük. Így. Meg kinyitni a shortcutot. Nem mint hogyha tervezném, hogy meghalok, de azért nem baj, hogyha a shortcut nyitva van. Így. Amikor először játszottam a játékot, ezt elfelejtettem kinyitni. Hello. With blood. Aimless wandering hunters slavering like beasts. Beasts. Ilyen Harry Potter kígyó nyelven beszél az illető. Beasts. Unless you've something of an interest in nightmares. Oh yes, I see. You sense a secret within the nightmare and cannot bear to leave it be. As if the spirit of Bergenworth lives on with Bergenworth. Such inquisitive hunters will relish the nightmare. But beware. Secrets are secrets for a reason. And some do not wish to see them uncovered. Especially when the secrets are particularly unseemly. Jó, na. Most jön az a része a DLC-nek, hogy ide elnézünk jobbra, aztán megfutunk. Itt aztán van egy ilyen kesztyű. Itt lesznek a sarokba jobbra ugyanilyen vérszapó legyek, vagy vérköpködő legyek, azokat vigyáznak egy itemre. Hát az csak egy nadrág. Haj már meg! Te mit dobtál? Ó, ilyen gemet. Szóval az a nadrága én nem igazán akarok foglalkozni. Égágyon kutya. Gyere ide. Jó. Valahol itt van egyébként egy Hunter is, ha jól emlékszem. De ezek szerint nem itt van. Hanem itt tovább kell jönnöm. És itt van bent. Hát nem Hunter, de egy paraszt ember. A Hunter az egy kicsit odébb van. Ott. Na gyere! Na, elvileg akkor ezt most fel tudom venni. Hát legalábbis valamennyit. Azt a fegyvert sem akarom felvenni, az a pizzavágó, bíztek ellen kurva jó. Úgyhogy oda külön nem fogunk elszaladni érte. Sőt, elvileg itt is van egy fegyver, hogyha őt megöljük. Öljük meg, ha már itt vagyunk. Hey. Meg Bloodgemet adott. Hey. Meg itt van a Blueprinthoz. Ja nem, itt a fegyver. Akkor azt nem tudom, hogy mit dobott ki. De az a lényeg, hogy hát itt van a fegyver. Ez is elég jónak néz ki, ilyen kard. Elég lassú. És akkor így egy kicsit gyorsabb. De maradjunk a Blade of Mercy-nél. Édes úristen, mennyire mocskosan véresek vagyunk, hogy ezt elmondani nem lehet. Na, és akkor mindjárt jön Ludwig koma. Csak előtte még itt van kettő ilyen móka, még ki őket el kéne, hogy intézzem. De várunk egy picit. Várunk egy picit, hogy hátba tudjam támadni. Ez a target lock volt. Egyszer. És kétszer. Ja, ez is Bloodwave-ot adott. És azt hiszem, hogy itt van egy teljes armor set. Itt. Butcher Mask. Annak nézzük már meg a ruháját. Hát. Pedig egyébként ez a ruha, ez nem is néz neki rosszul. Így átöltöztem és tiszta lettem, yeah! És így a vérbe így gurulgatok, attól nem leszek mocskos, csak akkor, hogyha ellenséget vagdosok le. Ó, nem már. Na, ezzel meg vagyunk. És arra sem megyek el, igaz, hogy ott van egy Hunter, meg arra van a pizzavágó, de nekem most Ludwig koma kell. Ja, ez is Bloodwave. Na húzzá innen. Meg te se kopácsoljál itt. Na, a DLC első boss jöhet. Undorító egy jószág lesz. Szóval Ludwig pipa. Ott van már. milyen elborult elmék találták ki ezt a boszt, hogy így nézzen ki. Első fázis. A második elvileg még könnyebb lesz. És hogy ez a kard az összes FromSoft game-ben benne van, amit most fog használni, csak kicsit máshogy néz ki, más tulajdonságai vannak. Jól van, Ludwig koma. Na gyere! Holy Moonlight Sword. Hát ennyi lett volna a Ludwig harc. Szegényt rommá aláztuk. De nem úgy rommá, mint a pók, érted? Hanem szétaláztuk. Rommá aláztuk. Ezt ki tudom nyitni? Nem, zárva van. Akkor ott maradsz. Hé, haver! Sötét van, lokkolnálak. Lokkolnám, nem blokkolnám. Még mielőtt valaki félreérti, hogy milyen fura szerzetekre bukok. Lokkolnám. Nem pedig blokkolnám. De ebből már úgysem állszok ki. Itt mögöttem van egy csomó patkony. Meg itt van 2 hunter. Az egyik itt van jobbra, a másiknak ott van szemben. De őt elkapjuk és meghal. Na, erről ennyit. Jó. És akkor rakjuk be ide azt a tárgyat, abba a koponyába, amit ugye attól a nagy bossztól ott abban a nagy arénába elhoztunk. Most öljen meg Laurence-t. De én nem akarom, Laurence genyó. Laurence nagyon genyó. Lámpa. Most éppenség ezzel a lift elén le is mehetnék. De ott lent csak egy ágyú van. Várjál, de lehet, hogy le kell menni. Ezzel csak a lift működött. Igen. Tehát nekem először ez kell. A Laurence-nek a koponyája. És ha most megyek le, akkor van lent egy ágyú, ami nekem nem kell. Jó. Na, akkor azt fogjuk csinálni, hogy a következő területen végigmegyünk, megnyitjuk a boss runt, és megöljük Laurence-t. És utána meg elmegyünk a... ahhoz a bosshoz, akihez nem akarok. Living Failures-höz. Na jól van. Hát maradjunk annyiban, hogy ez a terület sem éppen a legbarátságosabb. Hát nálad mi van? Blaston Chunk. Te meg nem tudom, mit keresgélsz itt. És ez a víz, ez így fáj, mert mérgez. Nem megyünk bele. Na, induljunk el felfelé. Oh. Oké. Ezek rohadt szemét ellenfelek, nem látnak, és ész nélkül elkezdenek hadonászni. És képesek is megölnek. Megfejelgetnek. Úgyhogy legyünk full HP-n, én azt mondom. Így, né. Hát jó napot kívánok! Én csak segíteni szeretnék. Ne nagyon tessenek már itt szenvedni, jó? Na jó van, gyere te is, na segítek neked. Jó, akkor nem. Befejeznéd? Nem is engem ütöttél meg, te szutyok! Hát nézzél már tükörben, ja nincs szemed. Nem erre megyünk először. Oh, ne törjünk össze semmit. Oké. Ez ilyen Alien 4. Ölj meg! Nem kellett kétszer mondani. Egyszer se. Olyan csúnyák, megérdemlik a halált. A szegények úgy elbántak itt. Megváltás nekik, ha meghalnak. Na, téged viszont gyűlöllek. Hogy tudtál mellé szúrni? Nem tudok magammal vinni több lódvialt. Hát, az kellemetlen. Open. Az a baj, hogy ez a terület egy rohadt nagy labirintus. És ott a Hunter. Hát persze. A rövid fegyver nem mindig éri el az ellenfeleket. Töltény is tele van. A Blood Vial is. Minden tele van. Nem tudok töltényt, meg Blood Vial-t felvenni. Az a baj, hogy most meg erre fel kell jönnöm. És itt van egy ilyen jóska. Kelj fel. Fejezd már abba a hadonászást! harci. Ész nélkül hadon átszik. Na. De jó lesz egyébként minden egyes Bloodvile-nél így kinyomni, hogy egyébként már nem tudsz többet felvenni magadhoz. Tele vagy. Érde patkányokat. Rip. Rip. Te ki vagy? Érde, itt vannak a madárok. Jó. Bloodstone Shank. Oké, okay. Na szóval eljön szépen ide, ide és ezt itt feltekerjük. Ezzel felvisszük. Ugye? Fel? Fel. Jó. Gyere madár! Hajj meg! Oké. Okay. Brain fluid. Itt. Olyan, mibe haltál bele? Na, ott nála pizzavágó van. Ezt a fegyvert nem vettem fel. Ja, ő nem ölte meg azt a hadonászost, aki most tűnt el. És ő ölte meg. Aha. Világos. Ebben a ládában azt hiszem egy gem van. Majd mindjárt kiderül. Gem vagy nem gem? Ez egy gem. Akkor jól emlékeztem, hogy egy gemecske. Várjál, ezekkel óvatosan kell bánni, ezek bolondok nagyon. Ezek nagyon durván bevadulnak, aztán így rip. Ennek meg nincsen feje. Micsoda fejetlenség. Azt hiszem, itt meg szét fog robbanni a polc. Hogyha erre rálépek, ugye? Vagy nem erre? De. Nem értem az összefüggés egy gomb meg egy polc között, hogy miért. Oké, engedjük el. Na várjál. Itt van egy ajtó, ez hová visz engem? Blue elixir. Oké, okay, ez egy ilyen fej. Halljál meg te is. Az igen! A csápos anyádat az. És ezek nem dobnak hitemet? Hát nem. Mondom, ezeknek megváltás a halál. Na várjál, akkor most itt elmegyünk körbe. Ugye? Igen. Jó van már, lövődözöl. Pá. Szódavíz volt nála 5 darab. Ennél meg töltény van. Jó, ezt is szétcsapjuk. Plip, plip, plop. And Dark Souls and Boss confirmed. Plim plim plom. Jó. Mondom én, rohadt labirintus ez a pálya. 290 000? Abból lehet, hogy tudok lépni egy szintet. Várjál csak egy pillanatot. Pellet, ennél abból van. Ezt kérem. Jó. Jó. Oké. Kár, hogy megfordultál. Kár, hogy ennyire erős vagy! Az anyát kenyerít. Na, jó van. Befejeztük a szórakozást. Meghalsz. Jó, hogy már nem megölsz. És a boss pedig... ha jól tudom... itt van... igen. Jól van, de előtte mindenféleképpen a lenti ajtót is ki kell nyitni, mert az csak erről az oldalról nyitható. Arra ne lépjél rá, jó? Köszi. Hülye csapdákkal van tele a hely. Na de árja előtte még ide lemászunk. Uéom. Tudod mit? Akkor töltök egy életet, és akkor tudok vinni Bloodway-ot valamennyit. Mondjuk ez a ruha sem néz ki rosszul, amit most vettem fel. Az nem ajtó. Jó, más. Meg igazából itt nincs. Item! Tessék szépen meghalni! Hát nézd, Blood Veil volt, amit nem tudok felvenni, hát hurrá. Jó, akkor... itt kint a teraszon van egy ilyen jóska. Hello. Plim plim plon. Nem bántjuk szegényt. Ő barátságos. Szedi a virágokat, vagy én nem tudom. Itt. Na, akkor megyünk, liftezünk egyet. Ja, de fel kell hívni a liftet. Hát persze, hogy fel kell hívni. Így. Plinum, plinum, plone. Hello. Is that you, Lady Maria? Igen, én vagyok. De. You're someone else. Nem más vagyok, én Lady Maria vagyok. Nem ismerem meg a hangomat. Please, could you do something for me? Igen, van nálam ez az. Mit szólnál, hogyha ilyen brain fluidot adnék neked, na? Szeretnéd? Odaadom, edd meg, finom. Oh, thank you. You're terribly kind. Ugye milyen finom, én mondtam, egyél ilyen agylevet, vagy bármi is ez. Nyami, wonderful, örülök neki. De mondom, én Lady Maria vagyok, csak nézzél rám. Ja nem lesz, mert nincsen szemed. Aha! Elmentek otthonról, nem tudom mi volt ez. Do come back if you ever run dry of saint's blood. Oh, I'll have you now. So do come. Nem lehet odaadni neki a másikat? Hát van nálam még egy. Ó, figyeld már! És itt vannak ezek a hülye... ezért. Hogy az a kurva anyádat? Ne viselkedjél már! Ezek elég jól adják a Blood Echo-t. $1500 Blood Echo-t ad egy ilyen maszat. Arra nézzél, mennyien vannak? Hú, úristen! Hát így nagyon keményeknek tetszenek látszani. Illetve hát nem annak látszanak, de azok. Hát nagyon fáj, amit csináltok. De meg nem meneküljél el, légy szíves. Mit zabáltatok itt? Blue Elixir, meg hullát. Jól van. Na, 324 000 Blood Echo-val viszont én hajlok arra, hogy innen visszamegyünk a Hunter's Dreambe. És lépünk szintet, mint hogyha bármi jelentősége volna. És hát bármennyire is nem szeretném, beszaladunk Laurencehez. Úgyhogy beszaladunk Laurence komához. Őt fogom nagyon utálni. Az egyik legundorítóbb boss a DLC-ben. Hozzáteszem Orphan of Kos után. Az egy energiabomba, az a boss, nem lehet lelőni. Jó, le lehet lőni, és akkor meg lehet parizni, meg ilyenek, de az egy undorító szarbosz. Illetve hát nem szar, csak nehéz. És rohadtul fog fájni minden, amit csinál. Szó szerint minden. Bá. De foglak utálni. Na jó van, de essünk túl rajta. Golyó. Fejezzétek már be. Hello. Inkább menjünk full HP-n, az a tuti. Olyan, mint a Cleric Beast, csak sokkal rosszabb. És most ne tévesszétek össze azzal a Cleric Beast-tel, amit az előző videóban láttatok tőlem. Ez sokkal rosszabb lesz. Ebben nem 3 ütés fog kelleni, hogy megdögöljön. Remélem azért fogod a fejedet, mert nem nagyon látsz. Mert így eltakarja pont a szemét. $5000! 7000, azaz! az a hülye láva, az nagyon kell amúgy. Gyere már ki a lávából! Meg a faltól is eljönnék amúgy. Undorító. Beszorultam a kezéhez, és nem tudtam kijönni. Ennek a második fázisa undorító, hogy mindenfelé ömlik belőle a takony és fáj. De hát egyébként nem is vártam máshol, sejtettem, hogy az első fázisban rommá szedem, és a másodikban meg az, hogy ömlik belőle a láva, az kinyír. De valahogy erre számítottam. De egyébként elsőre nem is volt olyan rossz nekifutás. Csak még jobb lett volna, hogyha meg is hal. Lehet, hogy egyébként én basztam el. Nyilván én basztam el, ha meghaltam. De azzal, hogy ragaszkodtam nagyon a targethoz. Szerintem második fázisban nem kell hozzá targetlock. Ez is engedjél már el. Na, nézzük meg akkor második nekifutásra, hogy fog menni. Ezt én már be is puszilom, hogy nagyobb legyen a damage. Jó, hát ez gyönyörű volt, hozzá se értem még. Nem, ezt a bosszt gyűlölöm. Mondjuk össze is eshetnél néha. Hamar! Jó, és akkor most targetlock nélkül. És fáj, amit csinál. Baszd meg, gyere! Gyere már ki a lávából, az anyám kenyeri. Megdöglött. Ezzel a bosszal soha büdös életben nem szeretnék találkozni. Ide, hogyha örök élettel jönnék be, és ugyanilyen undorító lenni. Nem szeretem ezt a boszt, és soha nem is tudtam vele harcolni. Ó, Istenem. Szörnyen ment. Szörnyen. Fúj. Az lett volna egyébként a legjobb taktika ellene, hogyha az első fázisban leütögetem róla az életét, és körülbelül úgy fél HP-nál kapott volna egy agykitépést, és akkor úgy kb. Pár ütés lett volna a másodikban. De hát ez ugye nem történt meg. Veszünk itemeket. Jó. És... hát... hogy néz ki a fegyver? Nézzük meg egy pillanatra. Azt mondja... 11... és hát egy jó 23%-kal kevesebbet sebzünk a kín eredetű ellenfelekre. A következő boss az meg ráadásul pont kín lesz, de... kit érdekel? A Living Failures. Nem fogok az én most más gemeket berakni a fegyverbe. Bevállalom így. Megnéztem egyébként videón kívül még sokkal korábban a dungeonökben. Hát veled mi van? Tehát megnéztem a dungeonökbe ezeket a kine ellenfeleket, és elég jól sebzek rájuk még így is. Jó, öljük meg Mariát, mert ő rejtegeti az igazi titkot. Há, jó van. Na figyelj, már jöttem neked hozni. Nem. Akkor ne add ide! Elveszem akkor erőszakkal. De most azért adogassam oda neki ezeket a brain fluidokat, hogy odaadja a balkon kit. Megölöm, azt odaadja. Hát... foglalkozok én itt ilyenekkel. Na, szóval mi van itt? Ja, hát ez fáj. Ez egy fájdalmas rész lesz. Oh. Na várjál, itt szét kell nézni. Van-e item? Mert egyet már láttam itt. Ezt fel kell venni. Ez meghalt. Igen, ez a bajom ezzel a területtel. Mindegyik spammeli a kurva varázslatot. Mindegyik. Undorédó. Nem baj, nem baj. Mi volna akkor, hogyha egy kicsit trükköznék ellenük? És... benyakalnék egy Blue Elixírt előtte. Ez mondjuk működhet, nem? Én itt sem vagyok. Jaj, te öltél meg. Mindjárt elmúlik a hatása. Megiszunk még egyet. Nem! Na, miért haltam meg egyszer? Hát ez egy szemgolyó. Haj már meg! Bloodstone Chunk. Itt van egy láda. Jó, és igazából hát maradjunk annyiba, hogy nekem nem sok kedvem van újra liftezni. Úgyhogy így gyors utazunk. Na. Na, most nem tudom, hogy ezt a szemet kinek kell odaadni, annak, akit az előbb megöltem, vagy esetleg ő neki, mert ő beszélt arról, hogy nem találom a szemem. Nem. Nem. Szerintem a csajnak, akit megöltem, a kulcsért annak kellett volna odaadni. Tök mindegy. Tök mindegy. Megyünk busztölni. Hát... inkább így. Ég ágyom. Hát jó van. Jó, te itt fogsz rimánkodni nekem egyfolytában? Hát lehet, hogy ez egy hülye döntés volt most így részemről. Nem akarsz támadni? Miért nem? Akkor majd én. Hopp! Anyát picsáját. Ez au. Ez kellőképpen au. Jaj, ne! Jó, akkor futunk körbe-körbe. Jó, -1. Parizni kéne egyébként őket. Ne grídízd el, Pisti, ne grídízd el. Noise. Ez meghalt. És úgy, hogy én majdnem 25%-kal kevesebbet sebeztem rájuk. Többet kellett volna parizni, és akkor sokkal hamarabb meghaltak volna. Hát mondjuk lehet, hogy őt is inkább parizni kéne. Hello, Lady Maria! Rég találkoztunk. Pippa. Sőt, ja, Lady Maria az is Pippa. Hello, Lenes Mároly. Milyen szép kék a szeme a karakteremnek. Engedj el és hajj meg. Hello. Szia. Izu. Innen hogy miért? Jó. Ó, ez fájt. Mondom, fáj. Fáj, 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 fáj! Au! Jól van, Lady Maria akkor kira húzott, annak ellenére, hogy nem. Nem baj, menni fog, menni fog. Elbíztam magam, hogy kb. Rögtön lefél HP-ztam, és utána megkaptam tőle az áldást. Jó, várja, először a... Ezeket szeretném felvenni, ha nem bánok. Meg, mivel kicsit megerőszakoltál. Jó. Így, né. Hopp! Hopp, szika! Ő meghalt. Mondom, belefér. Legrédizzük. Na, a mai részben igazából innen nem szeretnék tovább menni. Annyit csinálunk, hogy elmegyünk a halászfaluba. És ott az első lámpát becsettintjük. A mai részben így is benne volt Ludwig, Laurence, a Living Failures, meg ugye Lady Maria. Tehát konkrétan az 5 DLC bossból 4-et megöltünk. És akkor a következő részre marad Orphan of Kos, meg az alapjáték vége. Uhi, tök jó. A halászfalu. Itt van egy item, vegyük fel. Mondom, vegyük fel Lead Elixir. És... igen, Insight. De nem bánt, azt meg se lehet őt ölni. Tök érdekes amúgy. Csettints be a lámpát. Úgyhogy srácok, ez hülyeség volt. Tehát visszamegyünk a Hunter's Dreambe, és... fegyvert javítunk, veszünk Bloodwire-t, meg ilyenek, tudjátok, így a szokásos. És utána ide vissza fogunk jönni, és végig szaladunk a DLC-n. Azt mondja, hogy itten vásárlás, Bloodwire 10 darab, jó. Megadja ammót is, tökéletes. Meg egy pillanat. Lady Mariának a ruháját fel lehet-e venni? Meg lehet venni 60 000-ért a cuccost. Ó, a Cainhurst helmet. Vagy az insightos? Bizony, bizony, hogy insightos. Hát védelemre nem a legjobb, maradjunk annyiban, de azért megvásárolgatjuk. Á, itt van Gascoigne-nak is a szettje. Na, csak úgy kíváncsiságból, mert egyébként én soha nem vettem meg Mariának a ruháját. Hát a kalapja tetszik. Oda nézzél! Oda nézzél! Oda nézzél! Oda nézzél! A Blade of Mercy is Maria! Yes, 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 yes! Csak hát az a baj vele, hogy gyengébb, mint ami Hunter ruhát hordtam. Na mindegy, meglátjuk. Ebben fogunk haladni, aztán majd meglátjuk. Ja, fegyvert akartam még javítani. Meglátjuk, hogy mennyire fáj, amit majd a bosszok csinálnak velünk. Jó. Fegyvert úgysem tudunk fejleszteni, de megjavítottuk, amit lehetett. Úgyhogy igazából ennyi, srácok. A következő részben be fogjuk fejezni a Bloodborne-t, egész pontosan még 3 boss van hátra a játékból, és végeztünk is. De egyelőre itt most tartunk egy kis szünetet, úgyhogy legközelebb folytatjuk. Szevasztok!